Tolna megyében a balesetek több mint felét a sebességhatár átlépése és a biztonsági öv mellőzése okozza, ezért a Tolna megyei rendőrfőkapitányság július utolsó hétvégén tartott ellenőrzéseket. Néhány óra alatt 104 gyorshajtót kaptak Lencse végre. A legtöbb szabálytalankodó Tamási és Iregszemcse környékén volt. Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, az ellenőrzésekre azért volt szükség, hogy a gyorshajtás miatt történő baleseteket megelőzzék. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai rendszeresen szerveznek fokozott ellenőrzéseket, és az egyik ilyen akció 2020. július utolsó hétvégén, tehát a múlt hétvégén történt, amelynek során Tolna megye valamennyi közútján, különösen a fő útvonalakon, a 6-oson, a 61-esen, 63-oson és a 65-ös számú főúton tartottak rendőri ellenőrzést, amely nagyobb létszámban tapasztalható volt, hogy az emberek nagyobb létszámú rendőri erővel találkoznak. A szabálytalankodók több mint fele lépte át jelentősen a sebességhatárt. Volt, akire ezért közel 100 000 forint bírságot szabtak ki. Egy autós a megengedett 50 km/h helyett 106-tal hajtott, de akadt olyan is, aki 90 helyett 159 km/h ment. Az ilyen esetekben a sofőr a bírság mellett büntetőpontokat is kap. Ők, akik a sebesség túllépés miatt megállításra kerültek, tehát nem objektív felelősséggel fogják majd megkapni Vas megyéből vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a csekket, azok büntetőpontot is kaptak. Egy-egy gyorshajtás esetében, attól függően, hogy milyen mértékű volt a gyorshajtás, 3-tól akár 8 pontig terjedt büntetőpontot is kaphattak. 3 év alatt 18 büntetőpontot lehet összegyűjteni, aki ennél is többet gyűjt össze, attól elveszik a jogosítványát, és csak egy drága kurzus elvégzése után szerezheti azt vissza.